Sziasztok, én Balázs vagyok, és egy újabb Kákhetükök magyarázattal része jelentkezem. Ezúttal is itt van mellettem Ági. Sziasztok. És ő fog segíteni nekünk a következő trükk során, úgyhogy vágjunk is bele. Szóval akkor a trükk úgy kezdődik, hogy kicsit megkeverem a csomagot. Két riffle-sáföllel mondjuk. Kedvenc keverésem, és egy-két emeléssel, hogy biztosan nem legyen keverve a csomag. És most Ágit arra kérem, hogy emelje valahol a csomagot, és légyszeres nézd meg, hogy melyik lap van ott. És aztán pedig azt emel be a csomag közepébe. Úgy van, és hogy még jobban elveszten a lap, való légyszeres szólj, álljak meg. Állj. Itt és ide is rak vissza, és így teljesen el van veszve a csomag. És a lapodat ezúttal nem én fogom megtalálni, hanem a két Jokert fogjuk hozzá segítségül venni, úgyhogy gyorsan meg is keresem a két darab Jokert. Itt is van a két darab Joker, és ez a két darab Joker fog nekem most segíteni, úgyhogy ezt meg is nézheted, Ági, hogy nincs semmi huntutság a Jokerekkel, ugye mind a két Joker teljesen normális. Mégis nézheted, légy szíves, te is azért vizsgáld meg egy kicsit őket, teljesen nincs semmi baj a Jokerekkel. És annyit fog csinálni, hogy ide rakom a csomagot, és a két Jokert pedig valahova le fogom pörgetni így a csomagot, és valahol be fogom tűzni, nem próbálom elkapni vele a lapodat. Figyelj! A két Jokert beraktam valahova, és arra kérlek, hogy most nevezd meg a lapodat. Káró 6-os. Káró 6-os volt a lapod, úgyhogy én itt ki is terítem, és nézzük meg, hogy bizony itt a két Joker között van egy darab lap, és nézzük is meg, hogy az a lap nem más, mint a Káró 6-os, szóval a két Joker képes volt arra, hogy miközben betűztem a csomagba a két Jokert, maguk közé szendvicseljenek egy lapot, és ez nem más, mint az Ági által választott Káró 6-os, úgyhogy a két Joker nagyon sikeresen és jól elvégezte a dolgát, úgyhogy lássuk is a magyarázatot. Na akkor lássuk is, hogy hogyan működik ez a trükk. Ugye ez a trükkhöz szükségünk lesz egy nagyon pici kis beállításra, méghozzá annyi, hogy a két Jokert a csomag tetejére rakjuk. Ezt követően megkeverjük a csomagot riffle-sáfölökkel, ugye úgy, hogy a két Joker maradjon a csomag tetején. Ez a legkönnyebb és a leghatásosabb is megkeverni, úgyhogy ezt meg is tesszük. Mondjuk egy riffle-sáföl, meg egy hamis emelés, ugye ezt a hamis emelést a csatornán már tanítottam, úgyhogy ezt nézzétek vissza. És ezzel az azt jelenti, hogy a csomag tetején ott marad a két Joker, és a két Joker, még itt van a csomag tetején, ez lesz a jelző lapunk, ez lesz a kulcslap, úgy szokták mondani, hogy key card principle, ez az angol neve, magyarul lesz úgy lefordítani, hogy a kulcskártya, hát nem is tudom, eszköz, vagy valami ilyesmi, lefordítani a principle, nem is tudom most, hogy lehet a legjobban lefordítani, de a lényeg az, hogy a kulcskártyákat fogjuk használni ez a trükköt, és ez a kulcskártya a két Joker lesz, tehát ugye a néző elemeli valahol a csomagot, megnézi a legalsó lapot, mondjuk neki, hogy szorítsa meg a sárdát és nézze meg a legalsó lapot, és ezt megteszi a néző, a legalsó lap ugye a PIK 8-as, és ekkor mondjuk neki, hogy valahol emelje el a csomagot, és miközben csinálja, miközben addig mi foghatjuk a másik csomagot, és megmutatjuk neki, hogy kell elemelni, csak azért, hogy tudja utánozni majd, amit csinálunk. Ugye ezt a egyik trükkömben már mondtam korábban, hogy amikor tehetjük, akkor próbáljuk meg a nézőnek mutatni, hogy mit kell csinálni, mert akkor sokkal egyszerűbben fogja követni azt, amit ugye mi csinálunk, és így nem fogja elrontani, mondjuk nem fogja az emelést úgy emelni, hogy mondjuk, mit tudom én, fogja és berakja a közepébe, vagy ilyesmi, hanem tudni fogja, akkor tetejéről levesz valamit, és berakja a közepébe. Na és akkor ezzel annyit érünk el, hogy a két Joker alatt lesz a néző által választott PIK 8-as. Tehát itt már tudni fogjuk majd, hogy a két Joker alatt lévő lap a néző lapja. És ekkor még annyit is csinálunk, hogy mi itt lepörgetünk, mondjuk a nézőnek, hogy valahol szóljon, hogy álljunk meg, és oda fogjuk majd mi visszarakni azt a középső csomagrészt. Tehát itt teljesen el van veszve a lapja a nézőnek, mondhatjuk, hogy itt 100%-os biztonsággal nem tudjuk, hogy hol a lapja, de hát nyilván tudni fogjuk. És ekkor mondjuk, hogy mi nekünk szükségünk van a két Jokerre, ugyanis a Jokerek tudják, hogy hol a lap, és ők meg fogják tudni találni. Úgyhogy itt szépen csak kikeressük a két Jokert. És ilyen a két Joker egymás mellett van, így nem kell túl sokat keresgélni, ráadásul tudjuk, hogy közvetlenül a Jokerek alatt ott van a néző lapja is, szóval így aztán tényleg szuper egyszerű dolgunk van. Pusztán annyi a dolgunk, hogy itt elemeljük a csomagot, és ekkor a nézőnek megmutatjuk, hogy itt a két Joker, ez fog segíteni, és azt fogjuk csinálni, hogy miközben levesszük a két Jokert a csomag tetejéről,
közben a kezünket meg elfordítjuk, azért, hogy a néző ne lássa, hogy itt van alatta a lapja. Tehát ez így egyben gyorsan ez úgy néz ki, hogy kb. Így néz ki. Ezzel ugye a néző nem látja, a szeme nem tudja fölfogni, hogy egy pillanatra esetleg megvillant a 8-as. YouTube-on lassított felvételbe esetleg ki tudjátok szúrni, de élőben, hogyha megfelelően el tudjátok a kezeteket húzni, akkor nem fog föltűnni a nézőnek, hogy ott van a két Joker alatt a lapja. Úgyhogy itt a két Jokert megvizsgálhatja a néző, és miközben a néző vizsgálja a Jokereket, remélhetőleg hozzájuk ér, kicsit megnézi, Ági nem nézte meg nagyon őket, de mondjuk odaadjátok a kezükbe, adjátok direkt, hogy nézzék meg őket, akkor annyit csinálunk közben, hogy itt miközben így áll a kezünk, a hüvelykujjunkkal eltoljuk egy kicsit a így a 8-ast, vagy a néző lapját így a tetején, és itt visszahúzzuk, és itt tartunk egy kis új bréket itt a néző lapja alatt, tehát ez úgy fog kinézni, így megfordítva, tehát így ez úgy fog kinézni, hogy eltoljuk, visszahúzzuk, és itt tartunk egy kis új bréket. Én a videóban ezt nem csináltam, mert elfelejtettem, úgyhogy nehéz is volt nekem, de hogyha megcsináltam volna, sokkal egyszerűbb dolgom lett volna. Annyit csinálunk, hogy ugye ezt megcsináljuk, és akkor az egyik Jokert visszakérjük, hogy visszarakjuk, visszaraktuk a Jokert a 8-asra, ekkor együtt levesszük a kettőt, tehát most már itt van a Joker alatt a néző 8-asra, a nézve eltávolított lap, levesszük, és ekkor felvesszük, hogy láthatjuk, hogy ez is egy teljesen normális Joker, megfogjuk, és ide rakjuk a Jokert, és összetoljuk. Tehát ugye ezzel azt értük el, hogy a néző által választott lap itt van a két Joker között már alapból a trükknek a leges legelején. Tehát még egyszer ez úgy néz ki, hogy gyorsan megmutatva, hogy hogy néz ez ki, hogy itt van a csomag tetején a két Joker, ezt a két Jokert ugye levesztük, lerakjuk a nézőnek közben, a hüvelyke közben a kezünket elfordítjuk, tehát ugye itt a két Joker, mutatjuk, levesztük, elfordítjuk a kezünket, megnézi a néző, odaadjuk neki, közben itt eltudjuk az ujjunkat, az egyik Jokert visszarakjuk, levesztük, fölvesszük a másik Jokert, mutatjuk, hogy ez is teljesen normális, összetoljuk, és ugye a két Joker között már itt van a 8-as, tehát nagyon könnyen és hatásosan el lehet lopni ezt a 8-as tulajdonképpen, és ekkor annyit csinálunk, hogy így a másik kezünkkel átvesszük a két Jokert, így a hüvelyk ujjunkkal és a ezzel a két ujjunkkal, a középső és a mutató ujjunkkal rászorítunk a két Jokerre, és a másik kezünkkel pedig csinálunk egy ilyen dribbelt. Ugye ezt nektek lehet, hogy sokat kell gyakorolni, mert tudom, hogy ez egy nehezebb fogás, vagy hát nem mindenki tudja automatikusan megcsinálni, de próbáljuk meg minél jobban megcsinálni ezt a dribbelt itt, mert annál jobban fog kinézni a trükk. Tehát megcsináljuk ezt a dribbelt, úgy hívják ezt a lepörgetést. Itt lepörgetünk, és csak szimplán valahova berakjuk a két Jokert, és akkor közben mondjuk, hogy a két Joker meg fogja találni a lapot, mert el fogjuk tudni vele kapni a néző lapját, miközben itt lepörgetünk, és ugye itt csak beraktuk a két Jokert a dribble-be, tulajdonképpen a lepörgetés közé csak bedobtuk a két Jokert, és ugye közt a néző lapját, összetoljuk, és itt már kész van a trükk, megkérjük a nézőt, hogy nevezze meg a lapját, megnevezi, hogy a pick 8-as volt a lapja, és akkor mi szépen így végigmegyünk, és megmutatjuk, hogy a két Joker között bizony egyetlen egy darab kártyalap van, ami nem más, mint a néző által választott pick 8-as, tehát sikeresen megtalálta a két Joker a néző által választott lapot. Tehát ez tényleg egy nagyon egyszerű trükk, lényegében csak annyit kell csinálnunk, hogy a két Jokert a csomag tetején tartjuk, aztán hogy a két Joker a néző lapja fölé kerül a csomagban, azt ott emeljük, és itt kell egy kicsikét egy kis előadás. Tehát igazából itt se kell nagyon trükközni, mert annyi, hogy levesszük a két Jokert, közben elfordítjuk ugye ezt a kezünket, hogy ne lássa a néző, hogy ott van alatta a lap, aztán közben tartunk egy kis új bréket itt a néző lapja alatt, ide visszarakjuk a Jokert, levesszük, megmutatjuk, hogy ez a Joker is teljesen normális, és el van lopva már a néző lapja, szóval ezt nagyon gyorsan meg lehet csinálni, nagyon effektíven, hogyha kicsit begyakoroljátok hozzá a szöveget, és egy isteni trükköt tudtok vele előadni, ahol ugye a két Jokert be tudjátok dobni, és nagyon látványos módon a két Joker ugye elkapja a lapot a lepörgetésből, szóval ez tényleg egy nagyon-nagyon szuper trükk, imádom előadni én is, úgyhogy remélem nektek is tetszeni fog, és sikeretek lesz vele, úgyhogy ennyi lett volna mára, sziasztok!